Csárdi Antal itt van a stúdióban az LMP részéről. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Valószínűleg, hogy erre egy ellenzéki párt sem tud rosszat mondani, ugyanivel befejeztük most a beköszönésünket hírként, hogy jön Magyarországra a BMW. 14 hónapos kőkemény tárgyalás előzte meg ezt a döntést, és ezt a várható beruházást, aminek gondolom, hogy az LMP is nagyon örül. Igen, és remélem, hogy a indexet kezelő alkatrészeket is elhozzák hozzánk, mert ugye a közlekedésben nem látjuk, hogy a BMW-ben van-e az indexet irányító műszer, de a viccet félretéve persze, hogy örülünk, ugyanakkor amit látni kell, és azt gondolom, hogy ez egy fajsúlyos kérdés, hogy ugyanilyen, sőt, jobb teljesítményre is lehetnének képesek, hogyha nem csak, és én nem bántom a BMW-t, nem csak multinacionális nagyvállalatokat tekintene a kormány stratégiai partnernek, hanem például a kis és középvállalatokat. Érdemes megnézni azt, na, hogy azok a támogatások... Nem, ez nem baj. Na, azt gondolom, hogy rendben van, hogy ide jön a BMW, de abból a pénzből, amit megkapott a Mercedes, megkapott gondolom a BMW is, abból a pénzből, és higgyel, én hosszú évtizedeken keresztül voltam kisvállalkozó, amit ők egy főre megkaptak támogatásként, abból egy kisvállalkozás dupla annyi munkahelyet tud teremteni. És nekem egy kisvállalkozás hogy tudna több munkahelyet teremteni? Tehát itt most az új gyár kapcsán azt mondják, hogy az elején 1000 ember, de később lehet, hogy 2-3 ezer munkahelyet teremteni. Így van, és hogyha megnézzük a foglalkoztatási struktúráját Magyarországnak, meg a világon nagyjából bárhol, akkor azért pontosan látjuk, hogy ha nem külön vizsgáljuk a kis BT-t, meg a nagy és nagy KFT-t, akkor tömegében a legnagyobb foglalkoztatók a kis és középvállalkozások. És egyébként az ilyen típusú beruházások, mert mondom, nekem nincs ezzel semmi bajom, ilyen típusú beruházások akár segíthetnék is azt a folyamatot, hogy megerősödjenek a KKV-k, de azt gondolom, hogy kihagyni és következetesen kihagyni a kis és középvállalkozásokat ezekből a stratégiai együttműködésekből, az szerintem gazdasági hibát. Na most nézzük egy másik hírt, fővárosi politika. Tarlós István most már hetek óta azért egyre inkább érzékelteti a főpolgármester, hogy hát nem olyan valószínű, hogy újraindulna a posztért. És most a Népszavának azt nyilatkozta egész pontosan, hogy lesz még egy beszélgetésünk miniszterelnök úrval 2019-ről, de 70 évesen én újabb 5 éves ciklust valószínűleg nem vállalok, nem is annyira azt kérdezném, hogy ennek ő most örül-e, vagy nem, mert most, hogy a Fidesz kitérő főpolgármesternek az egy történet. Inkább amiről szoktak beszélgetni az ellenzéki pártok, vagy amitől tartanak, illetve DK például már aláírás, vagy népszavazási kezdeményezést is indít az ügyben. Ön szerint, ha a Fidesznek nem lesz egy ilyen erős jelöltje, mint Tarlós István, mert mondjuk Tarlós tényleg nem vállalja, akkor ön szerint tényleg reális esélye az, hogy innentől kezdve nem lesz közvetlen főpolgármester választás? Hát a pletykák arról szólnak, és hangsúlyozom, hogy ezek pletykák, hogy ezek a beszélgetések, amit főpolgármester úr is előrejelzett, ezek pont arról szólnak, hogy közvetlen vagy közvetett módon lesz megválasztva a főváros főpolgármestere. És legyünk őszinték, annak én látom realitását, de ma még senki nem tudja ezt a döntést. Ez a döntés, ez annyira belső fideszes vezetői szobákban dől el, hogy ezt ma biztosan senki nem tudja, de van reális esélye, mint hogy a Tarlós István után nincsen még egy potenciális főpolgármester jelöltje, vagy potens főpolgármester jelöltje a Fidesznek, azt gondolom, hogy annak van reális esélye, hogy valóban meglépje a Fidesz-KDNP azt a döntését, hogy közvetett módon, tehát hogy vagy a fővárosi közgyűlés, vagy a kormány nevezze ki. De miért egyébként az LMP-nek van favoritja? Vagy akár az ellenzéknek van favoritja? Én azt gondolom, hogy ilyen stratégiai kérdéseket ezt később kell meghozni, de mint ahogy az elmúlt választásokon mindig állítottunk főpolgármester jelöltet is, és folyamatosan jelen voltunk a politikai palettán. Azt gondolom, hogy ettől aggódni nem kell, hogy nem lesz. Mikor van a később? Tehát mikor állít jelöltet? Mikor mondja meg, hogy ki a jelöltje? Akár az LMP-nek.
én nem fogok tudni erre egy dátumot mondani. Ha én most erre bemondok egy dátumot, akkor, akkor az... Akkor ezt utána számon fogjuk igaz, kérni. Igaz, számon lehet kérni. Ügyesen próbálnám bele mászni a csapdába. Igen, igen. Azt gondolom, hogy, hogy erre még van most egy fél évünk biztosan. Mindig hát mindenre azt szokták mondani, hogy még jó sok idejük van rá. Nagyon mindegy, reméljük, hogy nem csúsznak az, az, ki. Az higgyel, az annál rosszabb nincsen. Tegnap tartottak egy közös sajtótájékoztatót Varga Damm Andreával. Lehet, hogy a nézőink egy része felkapja a fejét, hogy egyébként, hogy lehet, hogy közösen tartanak sajtótájékoztatót, na mindegy, ezen akár túl is rendületünk. A két téma egyébként ugye fontos, de visszahitelesítettek a problémája, illetve az áporási díjnak az emelése. Önök azt szeretnék, hogy legyen rendkívüli parlamenti ülés, ehhez ugye 40 országgyűlési képviselő aláírására van szükség, ez néhány, tehát még 6-7 darab, ha minden igaz hiányzik, de mindjárt meg lesz. Mit remélnek attól, hogyha lesz rendkívüli parlamenti ülés? Hogy ki lehet kényszeríteni a Fideszből azokat az alapvető döntéseket, amiket egyébként az új parlament megalakulása óta még nem sikerült. Hozzáteszem, hogy sok idő nem telt el. De ugye két dologról beszélünk egyszerre. Az egyik az ugye az otthonápolók egészen méltatlan helyzete. A költségvetés tárgyalása alatt folyamatosan és visszatérő módon próbáltuk meggyőzni a bizottságban és a parlament plenáris ülésein a fideszes többséget arról, hogy nem várhat tovább az a kérdés. Ma olyan támogatást kapnak azok a polgártársaink, szomszédaink, barátaink, igen, akik beteg rokonaikat ápolják, ami, ahogy mondani szokták testiesen, tehát éhen halni is kevés. Csak hogy a nézőknek is egyértelmű legyen, tehát körülbelül 30-60 ezer forint összegről beszélünk, hogy ennyi az ápolási. És ez nagyságrendileg meg kell duplázni. Amennyi mondjuk reális lenne minimális. Azt gondoljuk, hogy első körben a minimális elvárásunk az az, hogy a kiemelt, tehát a súlyos fogyatékkal élők ápolását végzőké legalább érje el a minimálbérösszegét, és ennek a változását kössük is hozzá a minimálbérösszegéhez, a mindenkori minimálbérösszegéhez, de azt gondolom, hogy hosszú távon ez az összeg följebb kell, hogy emelkedjen. Ugye azt gondolom, kaptak, hogy a kedves... Őszre kaptak ígéretet. Hát ígéretet, nagyon sok ígéretet kaptuk. Hát a kormányzat azért azt mondta, hogy elő fogják venni a kérdést. Igen, igen. Ők is érezték, hogy kezd tarthatatlan lenni a helyzet valószínűleg. Én csöndesen jegyzem meg, hogy azt mondták, hogy az egész szabályozást át akarják venni. Nekem jött olyan visszajelzés fideszes politikustól, hogy meg kell nézni meg, hogy visszaélések vannak. Igen. Azért én szeretném azt előre bocsátani, hogy ebben a körben a visszaélés aránya az úgy konvergál a nullához, tehát hogy elhanyagolható. Jó, mire számítanak? Tehát, hogyha megvan az elegendő számú aláírás, akkor ugye kötelesek összehívni a rendkívüli ülést, de ettől még a Fidesz-KDNP-s képviselők nyugodtan megtehetik, hogy nem mennek el erre. Én azt gondolom, hogy annak is van egyrészt egy üzenetértéke, másrészt viszont értelemszerűen nem fog üres kézzel érkezni. Ez ugye azt jelenti, hogy az LMP együttműködve most a Jobbik Magyarországi Mozgalommal előkészít egy olyan törvényjavaslatot, ami ennek a kérdésnek a szabályozását a alapjaiban és mindenestől gondolná újra. Még ez a gyorsan. Jogosultság, a munkaviszonyként való elismerés, mert azzal plusz jogosítványok járnak, és még egy mondatot hadd mondjak, mert a devizahitel csapdában igen, vergődök, méltatlanul ez, kimagadtak, így van, van ez is hozzátartoznak. Ugye erre mindig azt mondja a Fidesz-KDNP, hogy ők ezt megoldották, és kérem tisztelte, ez nem igaz, nem oldották meg, ugye a végtörlesztése, illetve a forintosítással a Fidesz mindig azt állítja, hogy elvégezte a munkát, de nem végezte, mert mi is történt? A végtörlesztéssel azok a adósok, akik egyébként jó anyagi helyzetben voltak, egy nagyon kedvező árfolyamon tudták kifizetni az adósságot. És én azt gondolom, hogy újra kell számolni az adósság mértékét. Nagyon sok olyan díjat tartalmaz a banki elszámolás, hát ugye amit Horváth, nem jogszerűen, és a Horváth mondja példa ezt jól biztosítja. Semmilyen Zsolt néhány nappal ezelőtt dobta be, hogy szerinte be kellene vezetni az elsételés jogát. Tehát valaki már olyan rossz helyzetben van, elárverezték az ingatlanát mondjuk, mit tudom, ilyen 30 millió forintot, de még mindig 40-nel tartozik a banknak. Erre ennek a javaslatnak az lenne a lényeg, hogy azt a 10 milliót már engedjék el, már úgy sincs lakása, elsételés jog. Az ellenzék például ezt a kormánypárti javaslatot támogatná. Ez nem
kormánypárti javaslat szeretném előre bocsátani. Én nagyon örülök, hogy Semjén Zsolt meghallotta az LMP szavát. Az LMP az előző ciklusban több alkalommal, de már ebben a ciklusban én magam is nyújtottam be arra vonatkozó javaslatot, hogy az elsétálás joga az jelenjen meg a magyar jogrendben, és egyébként teljesen jó, függetlenül attól, hogyha a Fidesz benyújtja, támogatni fogjuk, igen. Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük. Szépen én is.